Miklóson Erika a koncertjére invitálja a lakosságot a Paksváros központjában kihelyezett figyelemfelkeltő Molino. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán opera énekesnő Paksvárossá avatásának 40. évfordulója alkalmából lép fel a településen. Az önkormányzat természetesen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, amelyet a KDNP, illetve a Fidesz polgári összefogás kezdeményezett. A Szent István tér környezetében lévő emblematikus épületek, úgy mint a Deák háza, az Erzsébet szálló, olyan lehetőséget biztosítanak, melyeket ki kell használni, véli az ötletgazda. Az 1860-as évek hangulatát szeretnék felidézni ezen az esten a téren. A Városi Múzeum munkatársai korhű ruhát öltenek majd a rendezvény ideje alatt, közben pedig a kackiás verklis szórakoztatja a közönséget. Meglepetés ajándékokkal is készülnek a szervezők. Franz Peter Schubertnek az Ave Maria pergament papíron nagyon díszes kiadásba szépen átkötve 200 vendégnek át lesz nyújtva ajándékként. Az opera énekesnő teljesen ingyenes jazz és latin zenei elemekkel tarkított koncertjére július 20-án kerül sor Pakson.